A középkori templomok útja kiállítást 2 évvel ezelőtt mutatták be. Azóta több mint 30 helyen, iskolákban, intézményekben, bevásárlóközpontokban láthatták az érdeklődők a tárlatot. A cél az, hogy minél szélesebb réteghez eljusson a Felső-Tiszavidék egyházi örökségét bemutató kiállítás. Nagyon sok olyan személy nézi meg a kiállítást, aki ezekről a vidékekről származik, de nem is gondolta volna, hogy az a templom, ahol ő él például, az ilyen kiemelkedő jelentőségű műemléki értéket képvisel. Akik pedig nem ebben a régióban élnek, nagy meglepetéssel csodálják, hogy mennyire gazdag, mennyire páratlan az az örökség, amit ez a vidék rejt. A kiállítást kedden a Nyírségi Református Egyházmegye programsorozatába tartozó Református Esték rendezvényen mutatták be az esperesi hivatal gyülekezeti termében. Ennek a rendezvénynek is van egy üzenete. Az, hogy ezek a templomok, ezek megtekinthetőek, ezekben a templomokban reméljük, hogy minél több ember be fog jönni, és megérti azt, hogy egy templomnak mi is a szerepe, mit is jelent, és ha akár turisztikai, akár, hát hogy mondjam, vallási élmény kapcsán megy be valaki, annak biztos, hogy nagyon komoly és nagyon szent, hát hogy mondjam, feladata lesz, és bízunk benne, hogy minél több ember meg fogja ezt nézni. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint a jövő szempontjából is fontos a múlt emlékeinek bemutatása. Egy olyan érték, egy olyan csoda ez, amelyet azt hiszem, hogy minél több embernek kell látnia, és ez a kiállítás egy remek alkalom arra, hogy ezt láttatni tudjuk, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy mi is az, ami körülvesz bennünket. És valóban egyrészt az egyedülállósága miatt nagyon fontos értéke számunkra, másrészt pedig azért, ami hozzá kapcsolódik, legyen az akár történelmi kapcsolat, legyen az akár érzelmi kapcsolat, ezeket át kell tudni adni, ezeket meg kell őrizni, ezeket a múltbeli értékeket a jelenben úgy, hogy a jövőnek is, jövő is épülhessen belőle. A kiállítás 2 héten keresztül látható az esperesi hivatal gyülekezeti termében, majd a nyíregyházi ötvös iskolába költözik át a tárlat.